Évértékelő sajtóebédre hívta a média képviselőit a Házrezső Múzeum, ahol a december 19-én nyíló mai ékszerek kiállítást is ismertették az alkotóművészek. Az intézmény vezetője Miklós Zoltán elmondta, a táguló Gutenberg galaxis volt az elmúlt év nagy tárlata, melyet megnyitásától számítva közel 9500-an kerestek fel. A kisebb időszakos tárlatok is nagy népszerűségnek örventek, amiben véleménye szerint nagy szerepet vállalt a média is. A már szinte baráti viszonynak köszönhetően szélesebb körbe jutottak el a kiállítások hírei a potenciális kultúrafogyasztókhoz, fogalmazott az igazgató. Ezt megköszönve minden sajtóorgánum képviselőjének a könyvévére való tekintettel egy merített papírból készült oklevelet adtak át. Színes és tartalmas évnek vagyunk a végén, amelynek a főszereplője a könyv volt, a könyvtörténet és különböző könyv kiállítások szerteágazó műfajokban. A jövő év pedig saját kultúránkra egyrészt történelmi, másfelől néprajzi vonatkozásba fog összpontosítani, remélhetőleg ugyanolyan színes és ugyanolyan színvonalas kiállításokkal. A csütörtökön nyíló Mai Ékszerek című kiállítást is ismertették a szervezők. A három csíkszeredai képzőművész, Ferences Apor, Cséki Szidónia és Rádúj Margit ékszereiből nyíló tárlatot az igényesség jellemzi, hiszen mindhárman egyedi és különleges tárgyakat készítenek. Ferences Apor, a kiállítás megálmodója elmondta, szerettek volna udvarhelyi képzőművészt is bevonni a kiállítók körébe, ismerettség hiányában ezt nem sikerült megvalósítani. Véleménye szerint a mai világban is van igény a kézzel készített tárgyakra, csak hát nem mindig van rá elég anyagi forrás. Én azt gondolom, hogy megvan a helye és megvan a befogadó közege ennek is és annak is. A tucat terméknek is és az egyedi daraboknak is. Én azt gondolom, hogy elsősorban, illetve egyrészt ez pénz kérdése, hogy kiengedheti meg magának az egyedi darabot, az, ami egy kicsit drágább. Ez egyféleképpen mentalitás kérdése is. Az egzotikus fákból, kerámiákból és kidobott tárgyakból, mint például cipzár, számítógép alkatrész, órák készült ékszereket a megnyitón lehet megvásárolni, de az egy hónapig tartó kiállítás során is le lehet foglalni a tárgyakat, amiket a tárlat zárása után lehet majd elvinni. December 21-én a Székely Támadvárban kiállítják a Mi Várunk elnevezésű rajzpályázatra érkezett több mint 500 pályamunkát, ezzel zárul az intézmény idei programtervezete. A sajtóebédet egy rövid, de hangulatos betlehemes játék zárta a Csillagfény az éjszakában elnevezésű csoport előadásában. A múzeum ezzel is háláját fejezte ki a sajtónak az információk áramoltatásában.